Ahogy Fésűs Nellék, úgy Weisz Viktor is a Balatonra helyezi át székhelyét nyáron. Itt vagy velünk, köszöntünk a... Sziasztok! Ez teljesen érthető. Ma reggel. Igen. Hát ugye rólad azért köztudott, hogy te mondjuk nagyon szereted a Balaton, nagyon szeretsz Balatonon ugye koncertezni folyamatosan. Itt van talán a legtöbb fellépésed is? Igen, hát körülbelül az évnek a fele a fellépés mennyisége az ilyenkor itt zajlik nyáron a Balatonon. Főként ugye Sóstó, az a központi helyen, valamint Siófokot dolgozom egy-két dolgon, még így az életben, de a koncertek nagy része az ilyenkor Balaton. És mi a helyzet ilyenkor mondjuk azért a pihenés, vagy a napnak azon részével, amikor épp nem fellépsz? Tudsz kicsit elárulni? Nyáron mindig októberben szoktam pihenni, az a nyári hónap, amikor lehet. Nincs pihenés, bár nem igaz, mert vasárnap hétfőn most idéntől már nem dolgozom, mert elég sok. Hihetetlen, de én is öregszem, pedig azt gondoltam, hogy nem fog ez bekövetkezni, és hát a heti 7 napot már nem bírom, úgyhogy vasárnap hétfőn 2 nap pihenés van. És az alvás? Tehát ez 2 nap masszív alvás? Az lenne, ha nem lenne egy 3 éves lányom, aki azért... Így ugye nálad ugye tudjuk köztet, hogy a család mennyire fontos, viszont van egy új hóbort, azt hiszem, hogy motoroztok ti is, mint ahogy mi is a Natikával. Tegnap lett kész a motorom, nagyon, nagyon boldog vagyok. Az édesapámtól kaptam egy 1969-es veterán motort, egy oldalkocsis motor, ami olyan szenzáció, hogy sétálok vagy megyek a Balatonon, és a sétáló emberek integetnek, tapsolnak, mutogatnak, hogy de jó motorod van, kiabálnak. Hihetetlen, egy több millió forintos motorral végig, még senkit nem érdekel. És egy ilyen veteránnal végigmész, és igen, zseniális, imádom. Igen, a stílusa, a kultusza, igen, így van. Nagyon. És akkor a lányod, a kislányod ezt nagyon szeret, és beülteted őt a oldalkocsiba? Most már beült az oldalkocsiba, de még a motor nem indíthatom elő neki, szokni kell elő neki. Van sajnos egy ilyen, amit nem tudjuk, hogy honnan alakult ki, hogy ilyen gépektől, fúrógéptől, ilyen porszívótól halálfélelme volt 2 éves koráig. Most már ráül a porszívóra, és úgy porszívóznak anyával, de még a motor az még nem indulhat be, de már beleült az oldalkocsiban. Nálunk egyébként úgy volt, hogy én tudatosan próbáltam ugye hozzászoktatni, nekem is most már a robogom is viszonylag hangos, és egy idő után megszokta, és most már például abszolút, tehát azt követeli tőlem reggelente, hogy én óvodában mindenképpen motorral vigyem, úgyhogy szerintem ez nálatok is el fog érkezni ez a pillanat. Van egy pici robogom, az egy kis 4 ütem 50 köbcentis robogó, annak alig van hangja, arra már ráül, így beül a lábam közé, és akkor az udvarba szoktunk vele motorozni, azt már élvezi. Szép, lassan megszokja. Mi a fontosabb neked a Balaton szempontjából? Maga a munka és az, hogy az év nagy részében itt koncertezel, vagy egyébként nagyon-nagyon fontos számodra a vízközelség és ez a fajta légkör? Én szerintem előző életemben valami hal lehettem nagy valószínűséggel. Nekem otthon is van a teraszomon egy elég nagy fürdő dézsa, amiben a téli időszakban is napi 2-3 órát eltöltök. Szinte minden nap, amikor teltem, és ugyanígy nagyon fontos a Balaton. De talán a legfontosabb a Balatonban az, hogy egy kicsit ilyen nagykövetként a hátamra próbáltam venni, főleg a déli part azon részét, ahol én vagyok, és különböző projekteken tudunk úgy dolgozni, hogy igazából az lett a fő cél, hogy ha ide valaki eljön, akkor érezze igazán jól magát, és lássa azt, hogy mennyire gyönyörű helyen vagyunk, milyen gyönyörű helyen élünk, és hogy nem kell minden áron külföldre menni azért, hogy jól érezzük magunkat. Énekelni fogsz nekünk hamarosan, ráadásul Szabó Leslievel. Ez az új dal is mondjuk köthető a Balatonhoz, vagy itt inspirálódtál, itt született? Igen, a dalok nagy része itt született, sőt a Leslievel a barátságunk is itt született tavaly. Mi nem ismertük egymást, nem is tudom, hogy ez idáig hogyan lehetett, hogy fordulhatott elő. De most bepótoljuk az elmúlt 30 évet, amit elmulasztottunk, és egy 13 dalos nagy lemezt ír nekem a Leslie, ami elvilegben november környékén fog megjelenni, egy nagy lemez bemutató koncerttel Budapesten, és erről hoztunk egy Furcsa Éj című dalt, ami tulajdonképpen arról szól, biztos voltál te is így, Krisztián, én nagyon sokszor, hogy a Balatonon megismerkedtem egy lányjal, elcsattant egy csók, egy telefonszámcsere, és soha többet nem mertem felhívni telefonon. Ez a dal erről szól. Ugye Siófokon fociztam, nekem a kapcsolatom szombattól szombatig tartott, úgyhogy lehet, hogy magaménak tudom érezni, vagy ezt a dalt. Utána valahogy mindig elvesztek azok a telefonszámok. Igen, jöttek a turnéváltások. Igen, köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor hallgassuk meg tőletek ezt a közös dalt. Én is köszönöm. Sziasztok!